néz rám, de ne félj tőlem. Megfesti majd az eget ez a két kéz. Átölel téged, miért fáj? Miért feszül a bőre? Mert meghasad a szív, akit elhagynak. Nem mennek el érte. Veled más a helyzet, neked most sokkal könnyebb. Téged nem elhagynak, téged megbecsülnek. Veled más a helyzet, neked most sokkal könnyebb. Mások magukért vannak, de én bármikor meghalok érted. Sokkal könnyebb, mások ében vannak, én addig betakarlak téged. Veled más a helyzet, neked most sokkal könnyebb. Sokan érted harcolnak, addig megszereznek téged. Vendégem Zsola és Kori, sziasztok! Hello! Hello! Hallgatva a dalt, nézve a videoklipet, szerintem zseniálisan működik a kémia, egyébként a zenei kémia közöttetek. Meséltek egy kicsit a forgatásról, a közös munkáról. Hát első körben igazából csak annyi a lényeg, hogy megmutattuk a dalt a Korinak egy kis demo verzióban, és nagyon tetszett neki, és ennek annyira megörültünk, hogy meg is kérdeztük tőle, hogy esetleg nem lenne kedve velünk egy sávot felnyomni, és akkor utána meg még jött az ötlet, hogy hát ha klip készül rá, akkor az a minimum, hogy a Kori is benne legyen. Ezek szerint demo verziót láttál. Mennyiben tudtál hatni a fiúkra és alakítani ezen a demo verzión, hogy a végeredmény ilyen legyen, amilyen? Szerintem nem volt szükségük rá, hogy terelgessem őket, mert nagyon jó ötleteik vannak, meg szerintem baromi jó dolgokat csinálnak maguktól is. De voltak ötleteim nekem is, amiket elmondtam nekik, és párat meg is valósítottunk, de nekem már a demo verzió is nagyon-nagyon tetszett. Jól működik a női hang a zenekarban. Lágyultok egy kicsit? Egyre kevesebb a kőkemény zúzós rock. Tehát igazából ezt már megkaptuk, de igazából az van, hogy szerintem most már 10 éves a zenekar, úgyhogy így belefér a kísérletezés, és nyilván az alap fatal error hangzás az mindig meg fog maradni, de szeretünk kísérletezgetni, illetve mindannyian különböző zenéket hallgatunk, és most úgy van, hogy érkezik a dupla lemez, és az első felén lesz egy ilyen, egy olyan, egy ilyen, egy olyan, egy kicsit lightosabb, egy kicsit rockosabb, és akkor az a koncepció, hogy a lemeznek a második fele, az meg majd kicsit zúzósabb lesz. Na ennyire még ne szaladjunk előre, beszélgetünk még a közelgő lemezről. Honnan a ti közös kapcsolatotok? Zenéltetek már korábban is együtt? Kicsit meséltek az ismerettségről. Hát már jó régóta ismerjük egymás Zsolájékkal, igazából már 7 éve nagyjából. úgyhogy elég régóta ismerjük egymást, és az A38-on vokáloztam is az akusztik produkciójukban, úgyhogy eléggé szoros kapcsolat van a srácokkal már régóta. 7-8 éve a Tarajos Gőte nevű klubban találkoztunk, és ott mindenkinek megtetszett a Kori. Mindenkinek? Persze, nagyon? Igen, akkor azért még nem ismerünk. Egynek kicsit jobban. Hát egynek kicsit jobban, ő azóta végül is győzött, ha úgy nézzük a Misi.
Hát tudok mindent egyébként. Csak azt akartad, hogy kimondjuk. Lőjük le a poént akkor, hogy miről is van pontosan szó. Szabad. Mindenki erre vágyik nekem, most. Nekem a Balázs Misi a párom, a Fatalero zenekar billentyűse, és valószínűleg emiatt is van az, hogy elég sokat dolgozunk közösen dalokon akkor is, hogyha én így a háttérben húzódom meg, illetve az én zenekaromban is Misi nagyon sokat segít, úgyhogy így egy ilyen közös közreműködés. Aki most egyébként árgus szemekkel figyel innen a backstage-ből, kintről, és figyeli, hogy miket mondtak. Azt vettem még észre a videoklipben, hogy úgy lettetek elhelyezve, hogy mindenki látja a másikat, körbe álltok, és mindenki a körbe befelé figyel. Ennek van valami üzenete? Mert nekem egyébként egy ilyen nagyon jó kis összetartás energiát sugároz a videoklip ezáltal. Igazából az van, hogy úgy voltunk vele, hogy új dalokat nem érdemes úgy kitenni a YouTube-ra, vagy bárhova, hogy igazából állóképpel, vagy ilyesmi, tehát mindenféleképpen szeretnénk mozgóképes anyagot rögzíteni. Nem volt a dalhoz kifejezetten így mondjuk a szöveghez illesztve koncepció, hogy akkor most álljunk körbe, utólag bele lehet olvasni, hogy sokkal intimebb így az üzenet, meg látjuk egymást. Igazából annyi az egyszerűség az egésznek, hogy ilyen még nem volt, hogy ilyen klipet rendezünk. Én voltam az a szerencsés műsorvezető novemberben, akinek bemutattátok az album első dalát, ugye a címadó dalt, a Művirágok karneváját. És mondhatom azt, hogy szerintem már az összes Fatalero rajongó már tépi le a falat, hogy eltelt azóta 6 hónap, és még mindig nem jelent meg az album. Mit lehet erről tudni? Mikor készül el teljesen ez a dupla lemez? Úgy van a helyzet most, hogy június elején fog megjelenni, ez most már tuti, az első fele, mert dupla lemez. A második fele pedig majd ősszel fog megjelenni, erre most megint nem tudok hónapot mondani neked. És hát akkor fog fizikai formátumban megjelenni egybe a kettő. És nagyon fontos ugye, hogy úgy néz ki, hogy végre van egy olyan időpontotok, egy dátumotok, ahol élőben hallhatja a zenekart a rajongótábor. Igen, a Monyulentbe fogunk menni majd augusztus 19-én, iszonyatosan várjuk, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz semmi gigszer, és mehetünk. És akkor addig mire számíthatnak tőletek a rajongók, esetleg egy újabb csepegtetett videoklip az albumról? Igazából el is mondtad. Így beletörfáltam? Általában 2 havonta szoktunk kitenni új dalt és klippel, most lehet, hogy ezt megpróbáljuk egy kicsit besűrűsíteni, tehát hogy várható majd egy videoklip a lemez megjelenés előtt, illetve majd egy közvetlen utána, és az utána lévő videoklipek pedig a lemez második felénről fognak elkészülni. Hát mindenképpen hozzátok el majd az új klipet is, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, zseniális lett a közös dal. Köszönjük szépen. Köszönjük.